Felemás képet mutat az Eus s kommunális szeméttermelés, ami 2019-ben fejenként átlagosan már több mint fél tonnára rúgott. Az Eurostat által a napokban között számokból azt lehet látni, hogy a gazdagabb nyugati tagállamok több szemetet termelnek, mint a keletiek. Magyarországon például 400 kg alatt volt a lakosonként évente kidobott vegyes hulladék mennyisége. Ennél kevesebb szemetet csak Észtországban, Lengyelországban és Romániában termeltek tavaly előtt, mutatja a pénzcentrum grafikonja. A térségünkben még alacsonyabb ez a mutató, a megyénk szilárd hulladék gazdálkodásáért felelős éjak területén 262 kg per év per fő, ami az országban a legalacsonyabb szám. Ezen megoszlanak a, a vélemények és az álláspontok, hogy ez azért ilyen alacsony, mert nagyon jól gyűjtünk szelektíven, vagy elkerüljük a hulladék keletkezést, kvázi a pazarlást, vagy pedig azért, mert az itteni lakosság vásárló ereje kvázi ezt a hulladék mennyiséget engedi meg. Minden esetre a szolgáltatási területünkön az éves begyűjtött hulladék mennyiség olyan 150 ezer tonna összesen, ebből olyan 120 ezer tonna a vegyes hulladék, ami lerakásra kerül, és 30 ezer tonna az, ami szelektív hulladék, illetve zöld hulladék és újrahasznosításra kerül. Jó hír, hogy Unió szinten 2019-ben a szemét újrahasznosítása új rekordot döntött. Az elmúlt évtizedben megtriplázódott az újrahasznosított szemét mennyisége, ezen a téren pedig Magyarországon sem voltak rosszak a számok. Az éjaknál begyűjtött szelektív hulladék mennyisége éves szinten mintegy 12 ezer tonnára rúg. Ennek ugyanakkor csak a fele kerül újrahasznosításra, előkészítésre. Az ügyvezető szerint a hosszú távú cél az, hogy a vegyesen gyűjtött hulladék mennyiséget csökkenjen, a szelektívé pedig ezzel párhuzamosan nőjön. Ehhez bárki hozzájárulhat a saját otthonában, az viszont lényeges, hogy minden konténerbe csak az arra ráírt hulladékot tegye bele szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy ez a csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgál, tehát attól, hogy valami műanyag még nem biztos, hogy újrahasznosítható. Ezért kérem, hogy ne tegyenek ebbe az edények, edényekbe például összetört kerti bútorokat, gyerekmedencét, vagy éppen autóalkatrészeket, mert azok nem újrahasznosíthatóak a mi technológiánkba. A Legmegfelelőbb, hogyha a háztartásban keletkező szennyezetlen papírhulladékokat, illetve hogyha a PET palackokat elhelyezik ebbe az edénybe. Az lenne az igazi, hogyha PET palackból, illetve bármilyen italos és üdítős kartonból, műanyag és fém tároló eszközből valamennyi ebbe kerülne bele, akkor úgy gondolom, hogy ez elérni a célját, ez a szelektív hulladékgyűjtőedény. A társaság csak válogatja az összegyűjtött szelektív hulladékot, amelyet aztán báláznak és értékesítenek az újrahasznosítás végző vállalkozásoknak. A nyugati országokban egyébként több szemetet hasznosítanak újra vagy komposztának, ugyanakkor többet is égetnek el, mint például nálunk. Ezzel szemben a jellemzően kevesebb szemetet termelő tagállamok, így hazánk is, a megtermelt szemetük nagy részét szemétlerakóba szállítják.